Földi halandó számára egy baleseti helyszín előtt tevékenységében nincsen semmi szépség. Nem így gondolja Noé Attila, aki 2020-ban az év Tolna megyei rendőre kitüntetettje. Számára ez a rendőri munka a leginkább testhez álló, és nem is szeretne más területen dolgozni. Baleset helyszínek is sokkal tágabb a munkaköre, mint ez a fogalom takar. Tehát nem csak a baleset helyszínest foglalja magával, elég sok területen mozgunk mi is. Nyilván a közvéleménynek vagy az embereknek az a jobb, hogyha egy baleset helyszínen minél kevesebbet dolgozik, minél kevésbé találkozzanak egy baleset helyszínelővel, de hát ha már úgy hozza a sors, akkor sajnos a baleset helyszínelő is megy és csinálja a dolgát. Nem voltam az a tipikus kis kölyök, akinek már kiskorában volt fogalma arról, hogy mi legyen. Nyilván megvoltak a mindenki számára kedvelt szakmák, de igazából nem tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Így alakult. Egészen máshol a sportpályán kapta meg a végső lökést a döntéshez. Noé Attila 10 próbázó volt, és a sportársak közül többen választották a rendőri szakmát. Az akkori kortársaim közül, vagyis a barátaim közül, akik szintén ugye egy egyesületbe jártak velem, legalább 4-5 rendőrök lettünk, és ez így hozzá nőtt az életünkhöz. Sőt, egy-két idősebb barátom is már akkor végzett rendőr volt, és így beleláttam akkor egy kicsit a munkába. Ugye szerencsére mindig azt szoktam mondani, akkor jó, hogyha nem is találkozunk egy baleset helyszínelővel, viszont ha én kimegyek és tudok segíteni az adott problémán, és látom ezzel, hogy tényleg valóban valódi segítséget nyújtottam, akkor az nekem azért valamennyire jó érzés, hogy tudtam segíteni az embereknek, el tudtam abba az irányba indítani, amerre kell, és ez valamennyi visszajelzésbe is visszajön, hogy jó, tényleg ez az ember tudja, miről beszél, és segített nekem. Oda irányította, hova kellett, tudom intézni az ügyeimet, elmondta, hogy mi fog ezután történni, és mégis egy ilyen sűrű ködbe tapogatózik a balesetes, balesettel érintett ember, hogy mégis mit csináljak. Nyilván volt egy-két eset, ami jobban megviselt, szerintem az összes baleset helyszínelőnek van egy ilyen pillanat. Nem volt egy olyan pillanat, hogy elgondolkodtam volna, hogy akkor ezt én nem csinálom tovább. Nyilván az ember akkor egy magába egy picit jobban helyre tette a dolgokat, egy picit nehezebben, de átlendült a holtponton, és az ember megy tovább. Hát egy picit azért így 20 év után azt mondom, hogy ha nem is sablonos, mert sablonosan ezt a munkát nem lehet csinálni, de egyik eset után jön a másik. Ez szerintem egy baleset helyszín, ezt így szokja meg. Azért a mai napig megérintenek a személyes dolgok, mondja. Ha ismerős vagy barát érintett egy esetben, az utána nehéz pillanatokat okoz. Kell még néhány nap, mire túlteszem magam rajta. Az év rendőre díjat nem szokták végrehajtói állománynak adni. Így különleges helyzetben vagyok, tette hozzá. Meg is lepett a díj maga, illetve olyan korábbi vezetőim mögé is kerültem be a sorba, akiket én nagyon jó vezetőnek és kollégának tartott. Mindenképpen meglepő volt ez a díj. Nyilván ebben a pályában is azért egy ilyen életpálya után az ember már egy kicsit kényelmesebb lesz, és beleül abba az adott helyzetbe, amiben van. Egy ilyen díj azért mindenképpen azt gondolom, hogy egy pozitív töltettel rendelkezik. Az, hogy tehát magát nem is csak a baleset helyszínelést nézték ennek a díjnak az adományzásakor, hanem ezt a komplett rendőri munkát, illetve a szervezetben való szerepet, és ezért mindenképpen egy pozitív dolognak tartom. Így van.